Vendégünk Ásos Géza szakács, aki gombás hagymás karaj pirított tésztával, ez lesz a mai menünk, amit el fogsz nekünk készíteni. Rengeteg kulisszatitkot árultál el, mint azt is, hogy fogyókúrázol és nem eszel kenyeret. Szerintem a kedves nézőknek lehet, hogy unalmas, mert hányszor ide jövök mindig az, hogy fogyókúrázol, és igazából semmi nem látszik rajtam. Ez nem így van. Először találkoztunk, de... Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy próbáljuk kihagyni a minden egyes étkezésből a kenyeret, vagy a bodagot, vagy minden olyan lisztes dolgot, amely fújja az embernek a kinézetét, illetve a súlyát, úgyhogy ezt próbáljuk elhagyni. De nagyon finom cserébe hoztál, így van, kolbászt, sonkát, az a helyzet, hogy én azt hallottam mindig, a Norbi mindig azt mondja, hogy ami nem kenyér, meg nem liszt, hanem hús, az általában... Azon nincs baj. Általában az nem nincs baj. És általában nálunk a kolbász az mindig egy kicsit parázsabb, mint a hagyományos kolbász. Füstöltem? Hát igen, meg van füstölve, és nagyon szeretem, amikor így egy... 2-3 hétig, amikor lejön a füstről, akkor én nagyon szeretem megsütve. Akkor még pikánsabb az íze, még finomabb az íze. És most is így készíted? Én most sütök bele azt is, igen, a karajba, illetve a tészta közé, majd egy kis sült kolbászt azt csempészünk bele, mert ugye elméletileg... Adjunk a koleszterinnek. Így van. Ugye próbáljuk úgy az ételeket készíteni. Mondd azt nekem, kérlek, hogy nem vajat fogsz használni a pirításra, hanem szalonnát. Persze. Ő az én emberem. Elképzelted volna, hogy vajat, ne viccelj. Ebből a szempontból nem veszélyeztet bennünket, mert nem tudunk használni, hanem egy kicsit vastagabb zsírszalonnát, füstös zsírszalonnát húztam. Belekockázok is annak a zsírjába. Ahogy Duca is mondta, csak egy új nyivastag. Egy jó nagy új. úgyhogy igazából ennyi. A karajt lepirítjuk, teszünk hozzá gombát, teszünk hozzá vöröshagymát, illetve zöldséget pedig majd teszünk a lebbencs tésztának a levébe, és egybe fogjuk megfőzni a zöldséget, illetve a répát a lebbencs tésztával, és természetesen abban is kerül egy kis szalonna majd egy kis... Nagyon kis jó hangzik. Szalonna. Mennyi időt vesz igénybe? Igazából nem olyan. Ez véleményem szerint ez nem egy óriási nagy mutatvány. Gyorsan összedobjuk acsira. Hát így van. Pláne, hogyha szépen mikorra el van klofolva a karaj, akkor ez független attól, hogy most cigányétel vagy nem cigányétel, én úgy gondolom, hogy ezt mindenféle szakmai tudás nélkül ezt el lehet készíteni. Mit mondasz, egy 50 perc alatt megvan? Meg, simán. Mire visszajöttök legközelebb, szerintem a... Nagyon remélem, hogy addigra elkészül, meg kell kóstolni. Szerintem a stábtagok is nagyon remélik, hogy addigra el fog készülni. Az illatok már most is kitűnőek, hát ha még elkezded pirítani a pirítani valót. Hogy átmegyünk megint a... Az élvezetek medzeire. Láttak, ne viccelj, már ahogy megtudták, hogy jössz, és mindenki mondta, hogy készül az egész szép házat lekicsítem ide. Tehát tényleg abban az időpontban érkezett meg, amikor mi is. Tehát ő már tényleg abszolút felkészült volt el a mai nap. Tehát... Hogyne, hogyha 2:30-kor indultunk Békés megyéből, úgyhogy mi 220 kilométerről jöttünk, élmény volt az egész útviszonyok, ugye most az ország el van jegesedve, úgyhogy brutális volt. Úgyhogy... De ide értett a képségben. Ide, minden további nélkül. Ezután is köszönjük. Hagyunk dolgozni, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen.